Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Nagyon-nagyon szeretnénk megismerni a paksi bővítést előkészítő dokumentumokat, hatástanulmányokat, vizsgálatokat. Mit miért bővítünk? Mert egyébként, ha tudnánk, akkor egyrészt sokkal okosabbak lennénk, kettő, én a magam részéről abszolút meggyőzhető vagyok, hogyha valaki dokumentumokkal, adatokkal el tudja magyarázni, hogy miért van szükség már most a döntésre, miért kellett már most határoznunk arról, hogy paksi atomerőművet bővítjük, és egyáltalán mi lesz majd a bővítés után, mennyibe kerül. Tehát nem vagyunk hülye gyerekek, nagyon leegyszerűsítve, hogyha szépen elmagyarázzák nekünk, akkor sokkal jobban érezzük magunkat. De hát nem kaptunk ilyen magyarázatot, és ez izgatja egyébként az országgyűlési képviselőkön kívül a különböző jogvédő szervezeteket, a különböző szakmai szervezeteket, és hát adatigényléssel fordult például az Energia Klub a minisztérium felé, és ennek már egy bírósági fordulója is volt. Perger András a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok. És erről a bírósági fordulóról azt tudjuk, hogy a fővárosi törvényszék azért utasította el az erőmű építésére vonatkozó adat nyilvánossági keresetet, mert hogy amit önök keresnek, az egyszerűen nem létezik. Ezt jól értelmezem az újsághírekből, hogy ez történt? Gyakorlatilag ez történt. Akkor, amikor elkértük a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól a vonatkozó adatokat, akkor igyekeztünk pontosan megfogalmazni a keresetünket. 2012-ben egy kormányhatározatban írta el a kormány saját maga számára, hogy mi mindent kell vizsgálni a paksi bővítésre, az új paksi atomerőművel kapcsolatban. Egyszerűen pontosítsuk, tehát nem, a bővítés szó az gyakran félrevisz az embereket, nem tudják egyáltalán elképzelni, mit is jelent. Két teljesen új reaktor, de gyakorlatilag egy új atomerőmű épülne a paksi atomerőműben. 2012-ben, amikor erről határozott az országgyűlés, akkor még nem is ilyen konkrétumokról volt szó, hogy akkor paks 2, a 4-es és 5-ös erőmű megépítése, két teljesen új erőmű megépítése, hanem arról volt szó, hogy hatástanulmányokat kell végezni, számításokat kell végezni, hogy mi lesz akkor, hogyha lejár a jelenlegi paksi atomerőműnek a szavatossági ideje, hogy akkor utána a folytatásban mi legyen. Tehát ez egy általánosabb megfogalmazással bírt ez a kormányhatározat, nem? A 2009-es, egész mondom, a 2009-ben adott a parlament felhatalmazást a valakinek arra, hogy előkészítő tevékenységet végezzen. Jó, igen, amiről én beszéltem most, az a 2009-es, igen, tehát nem a 12-es. Igen, 2009-ben. Arra, hogy előkészítő tevékenységet végezzenek. Ennek keretében ugye mindig úgy magyarázták, hogy az igazán nem egy végső döntés jelent, gyakorlatilag csak tanulmányok, vizsgálatok elkészítését jelenti. Ezt egy ideig az MVM végezte, majd 2012-ben a kormányhatározat révén a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak kellett ezeknek a vizsgálatoknak a döntő részét elvégezni. Hát ezért fordultunk a minisztériumhoz, és a határozat alapján tételesen kérdeztük, hogy ezek a dokumentumok hol érhetőek el. Milyen dokumentumokról van szó, olyanok, amelyek gazdasági, műszaki és egyéb konkrét elemzéseket írtak elő, például azt is, hogy milyen módon lehetne finanszírozni ezt az építkezést. A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól milyen választ kaptak? Ami miatt hát nyilván nem elégedtek meg a válaszsal, mert hogy bírósághoz fordultak? Az első válasz az elutasító levélében a minisztérium úgy fogalmazott, hogy a rendelkezésükre álló információk, azok döntés előkészítő anyagnak minősülnek, és ezért nem tudják odaadni. Mivel ezt a védekezést nem fogadtuk el, ezért fordultunk bírósághoz, hogy bíróságon tegyük tisztába a kérdést. De várjál egy kicsit, tehát volt valami indoklás, hogy azért, mert a döntés előkészítő iratok, azok a, nem tudom, a Pentagon iratainál is sokkal titkosabbak, vagy miért? Tehát ami döntés előkészítő irat, azt miért nem lehet jogszabály, a döntés előkészítő iratok jogszabály szerint nem nyilvánosak. Aha, mi tehát, azt hogy ez nem egy nyilvános, hanem előkészítő. Mi azt vitattuk, hogy ezen adatoknak a teljes körére kijelentették, hogy ezek döntés előkészítő iratok, miközben egy hatástanulmány, ami alapján eldöntenek egy ekkora döntést, az semmiképpen sem lehet titkos. Esetleg azt, hogy a minisztériumon belül milyen feljegyzések születtek, milyen e-mailek mentek az egyik osztályról a másikra, az értelemszerűen titkos, döntés előkészítő anyagnak minősül, de maga az a tanulmány, ami alapján eldöntenek egy 3000 milliárd forintos 60-70 évre szóló beruházást, az annak nyilvánosnak kell lennie. De egyébként most ilyen alapon, akkor bármire, akár egy ilyen hatástanulmányra is mondhatja bármikor a jövőben is bármelyik minisztérium, hogy ez döntés előkészítő anyag, mert ezen hatástanulmány alapján hoztuk meg, vagy akarjuk majd meghozni az alapos döntésünket. Nem? Tehát ezzel az indokkal akkor bármilyen
ilyen adatnak a kiadása megtagadható? Hát természetesen megtagadható lenne, de az eddigi gyakorlatnak mutatnám azt is, hogy a bíró gyakorlatilag sem igazán támasztaná alá, vagy támasztja alá ezt a védekezést, ezért mentünk bíróságra, hogy akkor lássuk, hogy pontosan milyen információk azok, amelyekre nem lehet ezt kijelenteni, és akkor tessék kiadni. Most ehhez képest 3 bírósági tárgyalás volt, elég nehézkesen zajlott, mire az alaperes mindenről nyilatkozni tudott. Különböző táblázatokat töltöttünk ki, amelyet a bíróság... Táblázatokat? Igen, mert ennek a határozatnak elég sok pontja volt, és hogy teljesen egyértelmű legyen, hogy a római 2/3-assal mi történt korábban, megkaptuk-e már korábban, vagy sem, mit nyilatkozott róla a minisztérium korábban, stb. Stb. Ennek mentén igyekeztünk tételesen végigvenni az összes dokumentumot, amelynek a vége az lett, hogy ez volt a pénteki tárgyaláson, az derült ki, hogy gyakorlatilag a lényegi információk, a lényegi elemzések, azok nagyon néz ki, hogy nem készültek el, vagy nem az NFM minisztérium az, ahol keresni kell, de az sajnos nem derül ki, hogy akkor viszont kitől kellene kérni. Pont ez jutott nekem is eszembe, amikor olvastam az ezzel kapcsolatos hírt, hogy nem lehet, hogy igazából ez, ami a bíróságon elhangzott, hogy nincsen dokumentum, azért nem tudjuk odaadni, vagy kötelezni a felperest, hogy adja oda, hanem egyszerűen náluk nincs, hanem másnál van. Nem lehet, hogy ez a dolognak a nyitja? Még megkérdeztük a Nemzeti Gazdasági Minisztériumot is, és a miniszterelnökséget is. A Nemzeti Gazdasági Minisztérium nem méltatott minket válaszra, a miniszterelnökség viszont azt mondta, hogy ezeket a dokumentumokat az NFM-nél, a Fejlesztési Minisztériumnál kell keresni. A miniszterelnökség egyszer azt mondta, lehet, hogy önöknek, vagy valaki másnak, aki igényelt, már mit tudom én, tehát itt keverednek a szemek, hogy ez van, de 10 évre titkosították. Azt most kimondta, és mire? Azt az első körben nekünk válaszolt a Fejlesztési Minisztérium, de a bírósági tárgyalásom az derült ki, hogy ők nem is adatkezelők, tehát náluk nincs is ilyen. A kérdés az, hogy korábban milyen alapon nyilatkozták azt, hogy döntés előkészítő, ha nem is náluk van. Várjon, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium egyszer már a bírósági szakaszban önöknek azt mondta, hogy először is azt mondta, hogy ez döntés előkészítő anyag, és nem adhatja azt oda. Még a levelezésben. A levelezésben. A bírósági szakasz a szakaszt levelezésben. Előz. Igen, ezért mentek bíróságra. Utána azt mondta, hogy 10 évre titkosította. Majd utána azt mondta, hogy nem is adatkezelő. Igen, ez történt. És akkor ilyenkor a bíró nem kérdezett vissza, hogy akkor ne haragudjon, de itt akkor mire tetszett azt mondani, hogy 10 évre titkosította? A bíró, ugye, én azt gondolom, hogy igyekezett úgy eljárni, hogy a kérelemnek lehet lenni a mértékben eleget tegyen, és megvizsgálta azt, hogy és felszóltott erre az alperest is az NFM-et, hogy tegye tisztába, hogy akkor pontosan milyen dokumentumok vannak nála, és melyek nincsenek nála. Nagyon nehéz volt az alperes jogi képviselőjéből konkrét egyértelmű válaszokat mondjuk így, hogy kisajtolni, mert erre sem a mi jogi képviselőnk, sem a bíró felszóltására nem kaptunk teljes mértékben egyértelmű válaszokat arra vonatkozóan, hogy vannak ilyen adatok, vagy nincsenek ilyen adatok. Összességében azt látjuk, hogy amit lényegi információt, vagy lényegi elemzést a Fejlesztési Minisztériumnak el kellett végeznie, arról ebben a perben azt tudtuk meg, hogy gyakorlatilag ezt a munkát a Fejlesztési Minisztérium nem végezte el, vagy legalábbis nála nincsenek ilyen iratok. De azt nem tudjuk, hogy valaki elvégezte, és ha igen, akkor kinél van? Nem tudjuk, mert a minisztériumok, az érdekelt minisztériumok, vagy kormányzati szervek egymásra mutogatnak, azt mondják, hogy megkérdezik tőlük, hogy náluk vannak, azt mondják, hogy nincsen náluk, akár egy levélben, akár a bírósági tárgyalás során ez derül ki. Tehát összességében, hogy egyáltalán léteznek-e, arról sem sikerült engem a kormányzatnak meggyőznie. Valami kiderült, hogy mi az, ami van? Mi az, ami a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál van? Néhány apróságról be lehet számolni, néhány jogszabálymódosítást elvégeztek. 3000 milliárd forintról beszélünk, igen. Néhány jogszabálymódosítást elvégeztek, én ezeket vitatnám, hogy a paksi bővítés kapcsán végezték el, és nem esetleg a radioaktív hulladékokra vonatkozó Európai Uniós direktíva kapcsán végezték el. Erről ezzel szakmai vitatról lehetne folytatni. Illetve felkészült még egy tanulmány a nagyon kis radioaktivitású hulladékok kapcsán, ami szintén sok köze nincsen a két új paksi reaktorhoz. Ezeket tudta a minisztérium felmutatni, mondjuk úgy, mint az új blokkokban keletkező radioaktív hulladékokra kezelésére vonatkozó stratégia. Én azt gondolom, hogy ezek nem feledhetetlenek meg egymásnak, de összességében, mivel az NFM úgy nyilatkozott, hogy a két adatok nincsenek nála, ezeket nem tudja kiszolgáltatni, ezért a bíróságnak nem volt más választása, hogy elutasítsa a keretet. De igazán nem is ez az érdekesebb a dologban, hanem az, hogy tulajdonképpen mindig nem tudhatjuk, hogy milyen alapon döntött el a magyar kormány azt, hogy Moszkvában januárban aláír egy, illetve márciusban még egy szerződést. Súlyosan évtizedekre a jövőnkről. Hogyan tovább?
Most azt feltételezem, hogy itt nem állnak meg önök, hogy hát ha nincs, akkor sajnos nem tudjuk megnézni, mert nem is létezik. Legalábbis ennél a minisztériumnál nem. Kérnek, kutakodnak tovább, leveleznek tovább, vagy bíróság, hogy mi lesz? Hát természetesen megyünk tovább. Ez a helyzet mindig nagyon nehéz, mert információs aszimetria van. Mi nem tudjuk, hogy hol van és mi van. Tehát a lehető legtöbb szerzettől, lehető legpontosabban meg kell kérdezni. Ebből fogunk hírt érni. Mi nem tudjuk, hogy mi van és hol van. Igen, hallgatom. Nincs más lehetőségünk, mint az, hogy akkor újra megkérdezzük az eddigi perben, vagy a mostani perben megkapott információk alapján, pontosítjuk a keresetünket, a kérelmünket, és újra megkérdezzük a miniszterelnökséget, a gazdasági minisztériumot, esetleg a fejlesztési minisztériumot, hogy de akkor mégis mi van náluk, és ebből mi adható ki, és mi nem adható ki. Azt gondolom, ezek az információkat egyébként már régesség a magyar kormánynak, akár a saját jól felfogott érdekében is, hogy bebizonyítsa, felmutassa, hogy egy jó döntést, egy megalapozott döntést hozott, ezt már meg kellett volna tennie. Igazán nem látom az okát, ezeket az információkat miért kell eltitkolni. Hát ez is érdekes lenne az okokat látni valóban. Na hát, hogyha megtudnak valamit, akkor kérem szépen jöjjön el és mondja el az Egyenes Beszéd nézőinek. Köszönöm, hogy itt volt.